10 napja tart a szója betakarítása a 2300 hektár területű ürményházai határban. A térséget sújtó nyári szárasság miatt a hozam a vártnál alacsonyabb lett. Szára megnőtt elég nagyra, viszont apró szemű nagyon a szója. Úgyhogy ezért a hozamok a 2 tonna körüli, 2,5, néhol elérjék a 3 tonnát hektárján, de az ritka, ott, ahol a volt határrész, ahol volt nyári zápor, ott egy kicsit jobb, de több a 2 tonna körüli, mint a 3 tonna körüli sajnos. Így, ahogy halljuk, az ára nagyon alacsonyan, 35-6 dinárt emleget a Victoria grupáció, ami mi nekünk nem felel meg, mert az egy nagyon alacsony ár, nem fedezi a mi költségvetésünket, amit belefektettünk a szójának a kitermelésébe. A Szintmagyar faluban sohasem létezett pravoszláv egyházközség. A vagyon visszaszármaztatáskor viszont a helyi közösség területén lévő államosított földeket ennek az egyháznak mérték ki. Falubeli személyeknek is jár nagyon sok föld, ugye hát itt éltek elődeik, itt vannak a tanyáknak még a maradványaik, a téglák még a földbe találhatók magán ezen a valamikori állami területen is, állami földterületén is. Viszont nem ők kapták vissza, hanem másik község területére lévő, ebben az esetben épp pravoszláv egyház az egész falu fölháborodására, mert így az itteni gazdák, akik csináltuk is, azok is rossz helyzetbe kerültek, és azok is rossz helyzetbe kerültek, akik várják, hogy visszakapják elődeinek vagyonát. Bárki fele fordultunk, olyan választ adott, hogy a restitúció egy hosszú folyamat, és hogy ez már rég megindított dolog, amit nem lehet megállítani. Tehetetlenül nézik az ürményháziak, hogy lassan elfogy a talpuk alól a megművelhető föld. Mivel a megélhetési lehetőségek lecsökkentek, ezért az utóbbi 10 évben a lakosság fele elvándorolt, és alig 500-an maradtak a faluban.